Köszöntöm, Lézenket, szervusztok! Továbbra is dübörög a fölkészülés az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra, amelyek ugyancsak jövő júniusban lesznek majd, de mégis látszik, hogy az ellenzék széles táborában már most megindultak a különböző taktikai és stratégiai mozgások arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan kellene eldönteni azt, hogy ki legyen a Fidesz kihívója, vagy pontosabban, hogy azokon a helyeken, ahol sikerült 2019-ben áttörést elérni az ellenzéknek, hogyan lehetne megtartaniuk a már megszerzett helyeket. Ebben ráadásul egyáltalán nem egységes az ellenzék, hiszen belső frakcióharcok nem csak pártok között, hanem adott esetben pártokon belül is tagolják az ellenzéket. Az egész képből általában kiszokták hagyni a magyar kétfarok kutyapártot, holott az egyik legmeghatározóbb politikai erővé érett mostanra. Egyes számítások szerint meglepetésbe futója lehet az európai parlamenti választásoknak, nem kizárt, hogy akár kettő, sőt volt olyan számítás, ami egyenesen akár három LP képviselő helyet is jósul a formációnak. Hogy pontosan milyen stratégiai és taktikai megfontolásokkal fordulnak rá a 24-es választásokra, milyen célok vezélik a párt tagságát, és egyáltalán hogyan gondol saját vezető szerepére a kutyapárt első embere? Nos, ezt tőle magától fogjuk most megkérdezni. Ugyanis ma este vendégem Kovács Gergely, a Magyar Kétfarok Kutyapárt társelnöke, a 12. kerület képviselője. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha megtettétek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Ezen felül pedig, ha megtettétek és érdekel benneteket, akkor iratkozatok fel a Partizán új hírháttér szolgáltatására a péntek reggelre, amelyben minden péntek reggel egy számon keresztül magyarázunk el egy fontos aspektusát a világnak, podcastban, hírlevélben, illetve videóban. Ne hagyjátok ki, iratkozatok fel erre a szolgáltatásunkra is, a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Szervusz Gergő, nagyon köszönjük, hogy a meghívást. Sziasztok, köszönjük a lehetőséget. Kezdjük azzal, hogy szombaton úgynevezett tisztújtó kongresszust tartottak a Fideszben, ami ugye eufemizmus, mert hogy nem nagyon újították meg a tisztségeket, Orbán Viktor örökös pártelnökként továbbra is megkapta a lehetőséget, hogy alakítsa a pártnak a sorsát a következő években. Nyilvánvalóan ezt maguk a Fideszes érintettek sem számítottak bármilyen más típusú kimenetelre. De adja magát a kérdést, hogy a két farkú mikor volt utoljára a kongresszus, egyáltalán elképzelhető az, hogy ne te legyél az örökös pártelnök. Tavaly volt utoljára, nálunk a tagság dönt a, az ilyen pozíciókról, mert igazából minden fontosabb kérdésben, Ü, igazából nem indult más, csak a Szuzi meg én, és akkor mi lettünk újra társadalmak. Magas labda azért, azt te is érzed, hogy ez kb. pont az a fölállás, mint a Fideszben. Mitől demokratikusabb a ti ajánlatotok a pártagság részére, mint Orbáni a Fidesz részére? Nem, hát azért mi nem teljesen a Fidesz modellt vettük át, tehát vannak olyan ö, sikeres pártok, mint a párbeszéd, akiktől érdemes átvenni bizonyos ö, ö, struktúrákat, és mi ezért választottuk a társadalmi Ugye, hogy a barátnőmmel vezessük a pártot, így akartam, hogy még a kutyám is benne legyen, de ezt így nem engedték a magyar jogszabályok, úgyhogy nálunk így ez a, ez a helyzet. De szerinted elképzelhető valaha, hogy az MKKP élén Nete és a Szúziájatok? Persze, hát simán lehet, hogy megunom valamikor, és akkor hátrébb lépek, és uh, szerintem most is vannak már olyanok a pártban, akik tök tudnák vezetni. Valamennyien vannak. És miért nem érzik szerinted az indítatást, hogy elinduljanak a tisztségért? Hát figyelj, itt van egy ilyen, ez egy kicsit más alakult ez a párt, mint a többi, mert itt az első tíz évben gyakorlatilag én csináltam majdnem mindent. Uh, és akkor gondolom ennek lett egy folyamánya, hogy egyelőre logikusnak tudjuk, hogy én, vagyok az egyik, vagy hát a társának a pártnak. De akkor ez sokkal inkább művészeti projekt ilyen szempontból, mint párt, ahol nem tudom, hogy bármilyen belső küzdelem vezetne végül a pozíciók birtoklásához. Ez a te alkotói projektetként indult el Szegedről, és gyakorlatilag a mai napig is ilyen szempontból a te alkotói projekted. Hát figyelj, különösebben nem türekednek, de én azért azt gondolom, hogy mondjuk 2016 óta, amikor ugye akkor nyitottuk ki a, pártot, hogy jöjjön, aki akar, és szerintem onnantól nem lehet feltétlenül pártnak nevezni minket, mert Legalábbis az energiáink nagy része az tényleg arra megy el, hogy a hozzánk jelentkező, tényleg tök sok passzívistának megteremtsük azokat a lehetőségeket, hogy tudjanak csinálni valami értelmes dolgot, ha már szeretnének. A, tehát innentől kezdve ez egy szervezetként működik, és nem tudom, lettek alkalmazottaink, és van operatív igazgatónk, van országos kampánykoordinátorunk és regionális koordinátoraink, tehát ilyen értelemben kiépülgetett valami pártszerűség belőlünk is. Megmondom, hogy miért van fontossága szerintem a jelentőség ennek a kérdésnek, mert egy éles kritikáját adjátok a létező politikai viszonyoknak Magyarországon, és ebből a szempontból a fontos kérdés, hogy egyébként a ti gyakorlatotok az azon kívül, hogy rámutat a visszásságokra, meghaladja azokat a viszonyokat, amelyeket kritizáltok. Most mire gondolsz a felépítésére a pártnak, vagy a... Melyik részére? Hát mint hogyha ugye Magyarország azért alapvetően úgy szerveződik az összes párt, hogy karizmatikus vezetők köré épülnek ki a szervezetek, gyakorlatilag a kutyapárt is ebbe a sémába sorolható. Ja, hát szerintem itt nem ez a lényeg. Nekünk pont, tehát amikor hozzánk jelentkeznek a passzivisták, akkor az első, amit mi nekik elmondunk, hogy nem mi szeretnénk megmondani, hogy ti mit csináljátok, hanem bemutatjuk azt a rengeteg dolgot, amit vagy azért, mert ért valamihez, mert mondjuk grafikus, vagy operatőr, vagy, vagy zeneszerző, vagy bármi, vagy pedig azért, mert érdekli valami, akkor ezt ő tudja csinálni. Tehát nekünk a párt működésének tényleg ez a nagy része, hogy megadjuk nekik a, a segítséget, és ebből több semmi felülről jövő dolog nincsen. Nyilván egy választási kampány más, mert akkor úgymond felülről mondjuk, hogy gyertek aláírás gyűjteni. De ilyen értelemben ez a alulról szerveződés szerintem itt tökre megmarad, hogy a, a, cselekvésünk nagy része az, az nem fentről jön, hanem az kitalálják a passzivisták. És hogyha a passzivisták azt találják ki, hogy szeretnék megváltoztatni a párt vezetését, akkor erre nekik van lehetőségük? Persze, hát mondom, a tagság dönt a pár évente, a, most meg nem mondom neked, talán három évente az elnökségről, vagy két évente, és persze, hát bárki indulhat a tagok közül, és akkor akire a legtöbben szavaznak, az lesz az elnök vagy hát van olyan politikai eredmény, amit ha nem szállítasz le elnökként a 24-es választások valamelyikén, akkor az a lemondásoddal fog járni? Hú, ezen még nem gondolkodtam, ebbe vallom. A, hát a, ahogy te is mondtad, arra azért nagy esély van, meg azt gondolom, meg kéne ugranunk, hogy az Európai Parlamentbe bekerüljünk minél többen. Hány mandátummal számoltok? Hát figyelj, mi 15 országban szeretnénk elindulni, és akkor összesen körülbelül egy ilyen 400 mandátum lehet ebből Magyarországon. Magyarországon, hát a három az jó lenne, az már úgy egy egész, egész szép szem. Az önkormányzati viszont mi elég kevésen fogunk elindulni. Nekem bevallom, hogy fontosabb az, hogy megfelelő és hozzáértő embereket juttassunk be önkormányzati testületekbe, mint az, hogy sokat. Ugye ez elég sok pártal történt, hogy a, gyakorlatilag az egy éves vagy két éves létezésük után be tudtak vinni 100-200 embert önkormányzatba és az hát látszik is, hogy nem feltétlenül voltak felkészült emberek. Úgyhogy mi elkezdtünk már több mint egy éve egy képzést az önkormányzati ennek amit el kell végezniük. Itt van külön előadása közbeszerzésekről, az építésről, a zöld dolgokról, a kulturális dolgokról, arról, hogy éppen mit tehet egy képviselő, mi a dolga, egy önkormányzati közérdekű adatkérések, stb. Van házi feladat, nem tudom, meg kell csinálniuk, fel kell dolgozniuk egy helyi ügyet. Tehát a, én amikor bekerültem, Ugye ezt az én példámon láttam, hogy én fél évig azt gondoltam, hogy teljesen tisztességesen működik a, a Pokorni Zoltán vezette 12 2 önkormányzat, és hát nem szeretném, hogy mások is hasonló hibába essenek, és emiatt ugye, akik úgy ezt, csinálják ezt a képzést, és mondjuk jól állnak vele, az mondjuk egy 30-40 ember, úgyhogy szerintem ennyi lista vezetőnk lesz nekünk az önkormányzati választáson. Oké, okay, ingyen fogunk beszélni majd erről is, egy kicsit még térjünk vissza a választás egésznek a tétjére. Ugye beszéltél már te is erről, hogy az LP választáson komoly esélyetek van mandátumot, mandátumokat szerezni, és valamivel az önkormányzati választáson is számos helyen lehetnek befutó helyen kutyapárti jelöltek. Éppen ezért fontos kérdés az, hogy szerinted maga a tagság, a pártolók, a passzivisták készen állnak arra, hogy komolyan politizáljanak és részt a politikai versenyben? Na, ugye ez egy érdekes kérdés, mert amikor a szóba jött ez, hogy akkor ki akarna önkormányzati képviselő lenni nálunk, akkor szerintem azért egy nagyon más arány jött ki, vagy látszott, mint a többi pártnál. Tehát hozzánk alapvetően nem azért jöttek az emberek, hogy valami fajta politikai tisztséget, vagy nem tudom, betöltsenek, vagy szerezzenek maguknak, hanem ugye ami, a, ami az hogy azért jöttek, hogy csináljanak valamit. Üh, viszont azt gondolom, hogy ez a, ez a pár tucat ember, ő, ő, meg erre valóban, valóban, képes lehet, és szerintem a, a, a kérdésedre ementén igen a választ, tehát szerintem őket erre igyekszünk legalábbis felkészíteni. A, mi is, hát én is úgy kerültem be az önkormányzatba, hogy tök nem tudtuk mi ez az egész, és azért azt látni, hogy hogy akár egy képviselő is szerintem tök sok mindent el tud érni, hogyha, hogyha esetleg normálisan dolgozik. és szerintem, tehát hogy mondjam, nekem azzal sose volt bajom, hogy a, hogyha a kutyapártnál valamiféle értelmes dolgot csinálunk, és az lehet egy patfestés is, meg lehet egy virágültetés, vagy egy buszmegálló, vagy, vagy egy önkormányzatban mondjuk, ami szerintem az egyik legfontosabb egyébként egy ellenzői képviselőként, az a nyilvánosság, tehát hogy egyáltalán megírd azokat a dolgokat, amik történnek a városodban, kerületedben. Ez, ez nagyon sok helyen nem történik meg, és emiatt hát a szegény választók nem is tudnak normális képet, vagy hát normális döntést hozni, ugye nincs mi alapján dönté, mert nem látják, hogy mi történik. Tehát ez a része szerintem eddig is belefért a kutyapártba, és én nem látom, hogy ezzel gond lenne. Ezeket szerintem lehet egymás mellett csinálni. De gondolom, hogy sok feszültséggel járt. Tehát azt gondolom, hogy aki becsatlakozott a kutyapárt működtetésébe, például 2010-es évek elején, akkor valószínűleg más típusú elképzelése volt arról, hogy mi lenne a kutyapárt kívánatos működés módja, mint aki 2018 vagy pláne 2022 után csatlakozott be, és mint hogyha egyébként te magad is arra utalnál a nyilvános megszólalásaiban, hogy küzdötök a párt hát ilyen integritásával, legalábbis ugye az derült ki, hogy nem akarjátok megnevezni azt, akiket tesztek az LP lista első helyeire, mert féltek a szivároktatástól, és attól, hogy ebből egzisztenciális megnehezültsége lehet majd valamelyik jelöltnek, aki jelezte azt, hogy a munkahelyén decemberig nem szeretné felfedni a jelöltségének a tényét. Hát ez a része az annyi, hogy nyilván amikor eldöntjük, hogy, hogy kik lesznek az EP listánk elején, akkor ezt majd nyilvánosságra hozzuk, ez decemberben lesz valamikor. Ez nem le... akkor? Nem, hát van egy csomó ötlet, van egy csomó jelölt, vannak akikkel még szeretnénk többet beszélgetni, jobban megismerni őket, hogy egyáltalán ugyanazt gondoljuk-e, és akkor szerintem utána lehet erről érdemi vagy értelmes döntést hozni. Akkor ennyiben helyesbíted ezt a sajtóhírt, hogy nem arról van szó, hogy titkoljátok a jelölteknek a nevét, hanem még nem vagytok biztosak benne, nem, nem kapták meg a felhatalmazást arra, hogy jelöltek legyenek? Én jelenleg nem tudom megmondani a tagságnak, ki az összes javaslat mondjuk az én részemről, akik közül dönteni tudnak. Tehát ez az egyik. A másik, meg hát figyelj, ez meg van, tehát hogyha, hogyha, hogyha 70 embernek valamit elmondasz, akkor azt szerintem elmondtad az egész országnak, és nem fejtlenül azért, mert ezek az emberek direkt valami úgymond el akarják mondani másoknak, de úgyis el fogja mindegyik mesélni három embernek, és akkor két hét múlva mindenki tudja. Úgyhogy szerintem hát ez ennyi, ez a el, eldöntjük, és akkor nyilvános lesz szabolni lenne ezt az mdf eseket borzalmas tagságnak, akkor, ha jól értem, ezzel te is tudsz szolidaritani? Nem feltétlenül. Hát figyelj, nálunk a, a tagság, ugye nem, ezért tök nagy különbség, a legtöbb pártnál ö, bárki lehet tag. Nálunk viszont van egy olyan feltétele, hogy az lehet tag, aki egy éven át érdemi szervező munkát végzett, és szeretne tag lenni, és a többiek megszavazzák. Ez szerintem egy elég jó szűrő, ugye ennek az az oka, hogy mi mindig azt szerettük volna, hogy azok döntsenek a kutyapárt dolgairól, akik valójában csinálják a pártot, és ezekből lett a tagság, úgyhogy ez szerintem nem borzalmas, hanem hát ők, ez a 70 ember, aki a legtöbbet tett azért az elmúlt években, hogy működjön a kutyapárt. Tehát a pártban 70 ember alkotja a tagságot. Lehet nem ez a pontos szám, de nagyjából 70. Mekkor a Mekkora a passzivista körötök? 8000 ember van, aki, 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 jelentkezett konkrétan passzivistának, és hát én úgy látom, hogy nagyjából a három de az olyan, hogy tényleg meg tudtuk találni, hogy miben vegyen részt, vagy mit csináljon. De mondom, ebből a szempontból mi tényleg sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint a többi párt mert hogy nálunk tényleg végtelen sok dolgot lehet csinálni. Tehát tényleg már olvasóköre van a kutyapártnak, balett csoportja van a kutyapártnak, tehát a, várjuk, a, várjuk a is. Szóval itt szerintem tényleg könnyű megtalálni, ha valaki szeretne valamit csinálni, úgyhogy ez egész jól működik. És ez egy, barha nagy változás nekünk, ugye most több lett az állami támogatásunk, mert jobb eredményt értünk el a választáson. És nekünk egy nagyon nagy hiányosság volt a elmúlt években, hogy a rengeteg jelentkezőt nem tudtuk megfelelően kezelni, tehát nem tudtuk mindenkivel fél órát beszélni telefonon. Nem tudtuk mindig kitalálni, hogy mit csináljon, nem tudtuk az akciókat segíteni. Most uh, tudom, nem egy nagy szám, de az, hogy nekünk most lett hat regionális koordinátorunk, akik mind kaptak pár megyét, és akkor azokkal foglalkoznak, tök érdemi változás, tehát bárki jelentkezik, azt tényleg felhívjuk egy héten belül, dumálunk vele, minden hónap elején tartunk két-másfél órás ilyen bemutató zoomot, ahol uh, tényleg megmutatjuk, miket csinál a párt, hogyan tud ebbe csatlakozni, nem tudom, mik az eszközei, mivel tudjuk mi őt segíteni, tehát ez a szervezetépítés része szerintem ez tök nagy fejlődést ért el, és részben azért is, mert tök jó embereket találtunk arra, hogy ezt szervezzék. Ugye az, hogy ki lesz az LP első három helyén, azért az egy nagyon fontos kérdés, hiszen ha mandátumra váltják a jelöltségüket, akkor egyrészt egy kimagaslóan nagy fizetést fognak kapni a következő öt évben, illetve lesz egy képviselői keretük is, amivel rendelkezhetnek majd. Tehát itt nagyon fontos erőforrásokhoz juthatnak hozzá a kutyapártos identitásoknak köszönhetően. Ki fog dönteni arról, hogy ki lesz az első három helyen? Te, a két társadalmok, tehát a Szuzé és te, vagy pedig a tagság? Minden nálunk a tagság dönt. Én szerintem itt ugye azt érdemes mérlegelni, hogy azokat, amiket mi kitaláltunk, hogy mit csinálnánk, a, mit kezdenénk az európai parlamenti mandátummal, hogy ahhoz valamiképpen passzoló emberek legyenek ezek, és mi erről azt gondoltuk, hogy a, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon is, tehát, hogy inkább a a cselekvés felé vinnénk el a dolgot. Ugye az Európai Parlament alapvetően egy törvényhozó testület, de azért azt lássuk be, hogy ott az egy magyar képviselő, valószínűleg nem tudja ezt alapvetően megváltoztatni, hogy milyen törvényeket hozzanak. Ellenben a, a tényleg olyan források kerülnek ott elő, meg olyan lehetőségek, amiket tök lehetne élni például meg tudjuk azt tenni, hogy mi végre haza tudjuk hozni az Európai Uniós forrásokat, ugye ott lesznek olyan források, amiket ugyanúgy meg tudunk pályáztatni, mint ahogy a kampánypénzt szoktuk a Magyarországgyűlési választásokon, amiből lehet értelmes dolgokat csinálni. Szerintem tök fontos az is, hogy a, a Magyarországról, illetve a magyarokról kialakult kép Nyugat-Európában egyre borzasztóbb, Ementén tök jó akciókat és tök jó kampányokat lehetnek így csinálni, hogy mondjuk a, a nem feltétlenül azt lássák, amit a, miniszterelnök úr kommunikál a, a, világ felé, mert azt tényleg nagyon lesújtó, és azért ennél szerintem sokkal jobb hely Magyarország. Ugye itt tök jó lenne kutyapártosítani egy kicsit Európát, tehát mi nem találtunk olyan pártot, aki olyan lenne, mint mi. Miközben szerintem van egy Ott a dipártály. csomó... A dipártály. A az tök más, mint mi szerintem. A dipártály az megmaradt a teljesen viccpárt vonalon. A dipártálynál nincs az, hogy a energiájuknak a 90%-a arra megy el, hogy a passzivisták értelmes dolgokat csinálnak. Ez szerintem egy nagyon nagy különbség és hát tíz éve olyanok voltunk, mint a Dipárta, ebben valóban igazad van. De akkor még csak velük sem képzelhető el semmi fajta közösködés, hogyha kikerültek adott esetben, mert más a világnézeti alapállásotok. Hát figyelj, meghívhatnak vacsorázni bármikor, vagy tehát ez a része működik. Nem, hát nyilván például velük közös akciókat éppenséges simán lehet, hogy ki lehet találni a jövőben. Ki Ki arról, hogy ki lehet jelölte a pártnak az LP listán? Minden ilyen kérdés, de a tagság lesz a válasz, tehát a bármelyik tag jelölhet bárkit, és a tagság dönt arról, hogy ki legyen a jelölt. És mi alapján, tehát nem tudom, hogyan fog eldönni a végső sorrend, tehát hogy lesz egy többségi szavazás, vagy mi a metódusa igazából ennek engem ez érdekelne? Hát, lehet a sima többség is, lehet preferenciás szavazás, illetőleg ugye én már most látom, hogy nem feltétlenül akar mondjuk mindenki listavezető lenni, hanem mondjuk ő csak ötödik lenne vagy éppen csak első lenne, uh, úgyhogy lehet úgy a legértelmesebb, hogy először szavazunk az elsőről, aztán a másikról, és akkor így tovább. Nyilván az én szavazatom az 150-et ért, tehát alapvetően én döntöm el, de azért elbóckodjuk ezt a demokráciát. Nem, szóval tényleg a tagság dönt róla. Ezt akartam megkérdezni, hogy a két elnök közül bárki ott lesz az első három helyen? Uh, én nem, nem gondolom, hogy ott lennénk. Nekem ez nem szimpatikus. Nem tűnt határozott nemnek ez. Nem, azért nem szívesen beszélek erről, mert tényleg, amíg nem nyilvános, addig, addig nekem ezeket nem tudom, melyre kéne elmondom, de azt a véleményemet el tudom mondani, hogy ezt nem tartom egy szimpatikus dolognak, mikor olyan embereket tesznek a listák tetejére, akik már akkor elmondják, hogy ők ugye nem fognak beülni Igen. a adott, adott helyre, ahol be lehet jutni. Szerintem korrektebb, ha arra szavaznak, aki tényleg be fog kerülni. Igen. Ugye familiáris viszonyok hálózzák be az ellenzéki pártokat, a demokratikus koalíciót szokták a legtöbbet kritizálni azért, hogy a pártelnök és a miniszterelnök jelöltjük férj és felesége egymásnak, de múlt héten pont abban a székben ül Donát Anna, aki szintén arról kérdeztem, hogy mit mond el a pártról az, hogy a lista első tíz helyén szintén familiáris kapcsolatok mutatható a három jelölt esetében, és hát mondom, nálatok is fölmerül ez a kérdés, hogy a két társelnök élettársi viszonyban is áll egymással, mi a válaszod arra a kritikára, hogy gyakorlatilag a kutyapártnak sincs demokratikusabb ajánlata, mint az által kritizált ellenzéki pártoknak, vagy pláne a kormánypártnak? Hát ezt nem látom, hogy mennyire demokratikusság kérdése, hogy, hogy a, hogy a Szuzival vagyunk társelnökök a párban. Tehát én szerintem azért lettünk mi a társelnökök pár évvel ezelőtt, mert talán akkor mi csináltuk a legtöbb melóta. Már óta a pártban is ez volt az oka, szóval én ebben nem, nem, nem... De nem okozta süttséget a párton belül, hogy érheti az a vád a teljes formációt, hogy ez gyakorlatilag egy családi vállalkozás? Figyelj, hosszabb távon ez nézhet ki rosszul. Tehát ha lesznek gyerekeink, és utána ha kibővítjük az elnökséget a gyerekeinkkel, akkor nyilván ez elvezethet oda, hogy valami rossz hallást szül, én nem tudok ilyesmiről, hogy ez zavarna valakit. De szakíthatunk egyébként a Szuzival egy, a választások egy hónapjára, és akkor, akkor ez ezt megoldódik. Hát csak emiatt nyilván ne. Um, van egy jelenség a kutyapárttal kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy értékeled ezt, hogy a párt hogyan értékeli ezt. Két választás között a közmény kutatásokon rendre jól szerepeltek, aztán amikor a választásokra kerül sor, akkor mindig kiderül, hogy valamelyes fölülmértek benneteket. Itt lehet arra gondolni, hogy esetleg módszertani hiba volt, de egy másik magyarázat, ami szerintem fontosabb, az az, hogy a Fidesz utasító szavazók, amikor tényleges döntés elé kerülnek, akkor rendre visszavonják az addigi támogatásukat a kucsapártól, és keresnek inkább valamilyen más ellenzéki formációt, amiről azt feltételezik, hogy a parlamentbe juthat. Nyilvánvalóan ezzel a jelenséggel ti is számoltok, nyilván ennek elszemedő vagytok. Hogyan próbáltok meggyőzni a szavazókat most? pontosabban a jövő júniusban, hogy nem elvesztegetett szavazat a kutyapártos szavazat, és tartsanak ki mellettetek ne csak a közmény hanem a tényleges választás napján is. Érdekes a kérdésed, mert én azt látom, én úgy hiszem, hogy ez egy, ez egy, városi legenda, tehát ha megnézitek a mondjuk a Wikipédián a, a 2022-es választások előtti felméréseket, <coughs> akkor azt fogod látni, hogy a, a mediánt leszámítva mindenhol 3% alá mértek minket, miközben 3, nem tudom, 3 ot kaptunk, tehát én nem feltétlenül látom ezt a, ezt a jelenséget, amit, amit, amit amit említettél, a, a, nem tudom, elveszett szavazat itt most már, most erről szerintem itt pont nem lesz szó, mert a, a az EP szerintem simán be lehet kerülni, és ugyanígy, a, ugye, mi úgy indulunk a, az önkormányzati választáson, hogy ugye, ugye, hogy nekünk az adott helyen el kell indulnunk minden egyes EVK-ba, és akkor a listavezető be tud kerülni, ami kb. 3-4-5-6 egy nagyobb helyen be lehet kerülni, ez szerintem bőven megugorható. Azon gondolkoztak-e már, hogy bármelyik pár családdal keresitek el a kapcsolatot, tehát hogy egyáltalán hova ülne be az 1-2-3 kutyapártos képviselő? Most az igazság, hogy ez nincs vég, hát, és hát nincs teljesen eldöntve. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem feltétlenül passzolunk igazából semmelyik frakcióba, pártsaládba, és ennek az az oka, hogy ugye ezek ideológiai alapon szerveződtek, ami tök oké, okay. és ugye van, van, van szóz, meg jobboldali, meg, meg liberális, meg ilyesmik, és én nem tudom a kutyapártot besorolni ezek közé valahova. Te vannak részei, amit be lehet, tehát hogyha mondjuk a emberi jogokról van szó, vagy ilyesmi, akkor valószínűleg liberálisnak számít a, a kutyapárt, de összességében meg ezt én nem tudom rólunk mondani, hiszen szóval nekem ezért ez egy elég nagy dilemma, hogy, hogy beférünk-e így valamelyikbe, így önmagában. Úgyhogy erről, erről sincs még olyan, olyan nagyon végső. Ugye ahhoz, hogy bekerüljetek, vagy választhatok egyáltalán, hogy melyik párcsaláthoz akarsz csatlakozni, be is kell kerülni az LP-be. És azért rugozzik még ezen a kérdésen egy kicsit, mert mintha a részletekről is lenne egyfajta ijegység attól, hogy mit jelentett a szerepvállalásotok, amikor éles választásra kerül a sor. Például hadd idézek arról, hogy 2022-ben a kommunikációtok eléggé zavaros volt abban a tekintetben, hogy most akkor kire is szavazzanak a választók, ha Orbán hatalomgyakorlását akarják megakadályozni. Te például így fogalmaztál, örülnék, ha a körzetben az ellenzéki jelölt győzne, ez eléggé kétértelmű megfogalmazás, de Dömes Döme Zsuzsanna társadalmi azt írta, vagy azt mondta, nem fogok sírni a listán ránk, de egyébként nem rám szavaznak. Nagy Dávid operatív igazgatótok meg kifejezetten azt mondta, Megkérem a szavazóimat, semmiképpen ne szavazzanak rám, borzasztó lenne, ha a helyi kutyapártos csapatot utálnak egy esetleges ellenzéki kudarc esetén. Fény, ez nem működött a, a Dávidnál, tehát ezt megpróbáltuk, és a, a Dávid több szavazatot kapott, mint amennyit ott négy évvel korábban. Tehát úgy tényleg hiába mondjuk azt, hogy ne szavazzak ránk, ez így nem érdekli a szavazóinkat. Uh szerintem most egységesebb lesz a kommunikáció, és talán meg tudjuk ugorni azt a kommunikációs magasságot, amikor azt mondjuk, hogy szavazzanak ránk az emberek. Ugye az EPI választás esetében ez könnyű, hiszen az egy tisztálás, listás választás. Mi lesz az önkormányzatiban? Ott szintén marad egyfajta megértő viszonyulás a többi ellenzéki párthoz, vagy mi alapján alakítjátok ott majd a stratégiátokat? Nem, nem része a stratégiának ez, tehát tényleg annyi, hogy ö, amelyik városokban, illetve a kerületekben ö, van, olyan, van, olyan, ö, van olyan jónak tűnő jelölt, aki ezt a képzést elvégzi, meg, meg, meg úgy látjuk, hogy érdemes képviselőt csinálni, ott indulunk. Tehát igazából ez nem, a, nem az ellenzéken múlik, hogy ott éppen ők mit csinálnak. Én azt gondolom, hogy azokban a városokban, amiket mondjuk az ellenzék vezet, ö, nem tudom, négy éve, ott azért, ott azért, hogyha normálisan vezették azt a kerületet, vagy várost, akkor ugye úgy simán tudnak tenni attól független, hogy mi is elindulnánk. Indulunk. De mennyire fogtok koordinálni? Tehát a kérdésem az, hogy mondjuk például a Baranyi Krisztinek a támogatását már bejelentették az lmp vel együtt, ami nem is meglepetés, hiszen a társelnöke ott a polgármester körvonalazódik-e máshol, más kerületben vagy más városban hasonló ki vagy beállás ellenzék jelölt mellé? Nem, nem tudok ilyenről a, a Krisztát lesz számítva. Ö, ugye, hát Illetve már itt szóba jött bizonyos részekről, hogy a, a 12. kerületben vannak, akik ugye szeretnének valamiféle előválasztást. Ugye most az abból talán így official rajtam kívül a, a momentumos rendőr, akit, akit bejelentettek, de úgy tudom, hogy azért még többen szeretnének indulni ott például nekem személy szerint ez úgy akár beleférhet, tehát hogy akkor, akkor aki nyer, az, az a polgármester előtt, de nem úgy, hogy... Fontos, várjál, ugye Farkas Csaba az indulónak a neve, ő volt a volt rendőr főkap, rendőrkapitány a kerületben, bocsánat, és ő a Momentum színeiben indul. Ha azt mondod, hogy itt a konfliktusnak az eldöntésére te nyitott lennél egy előválasztáson való megméretetésre? Saját véleményt tudok, mert ez, ez, szintén tagsági döntés nálunk, de én szerintem ez a része nekem, nekem legalábbis személy szerint belefér de nem úgy, hogy utána a győztes az ilyen közös jelölt legyen. Tehát akkor aki, aki vesztett, akkor az, az, az hello, és akkor az, az lesétál a porondról. Tehát azt nem, olyat nem tudok én, hogy majd a msp nek is Kovács Gergül legyen a jelöltje, az, az, nyilván elég furcsa néz neki. De lehetséges egyébként összeellenzéki együtálás nélkül Pokorni Zoltánnak érdemi kihívójává válni a 12. kerületben? Figyelj, azért nagyon nehéz a kérdés, mert a, én a, ugye azért látom a 12. kerületi ellenzéket, és én azt mondom, hogy uh, mondjuk három olyan embert látok, aki most uh, képviselő vagy bizottsági tag, és a munkája alapján szerintem érdemes arra, hogy képviselő legyen. Uh, hogy mondjuk velük együtt lenni valamilyen formában, az, az nekem oké okay, és rendben van. Én tényleg azt próbálom nézni, hogy ki mit csinált, és azzal meg nem tudok mit kezdeni, hogyha jön a párt, hogy neki kell három hely, neki kell négy hely, neki kell kettő hely, miközben látom, hogy négy éves semmit nem csinált a kerületben. Szóval hajrá, tehát ha így dolgoznak, meg nem tudom, akkor, akkor erről lehet beszélni, csak így nehéz, hogy ezt nem látom. Bánt, hogy nem vagy evidensen összeellenzék jelölt a 12. kerületben, annak ellenére, hogy ott vagy 2019 óta, és számos úgy kötődik a nevedhez? Nem, hát én lát, hát, figyelj, tudom, hogy hogyan működik a magyar politika. Hogyan működik a magyar politika? Hát hogyan a, a, az, hogy párt alkuk mentén születnek meg, hogy hol, milyen összetételű testületet próbál az ellenzék összehozni, vagy hogy éppen ki lesz a, a polgármester jelölt. Ö, mi is megtehettük volna azt, hogy nem tudom, bejelentünk 26 polgármester jelöltet, és akkor elkezdünk alkudozni, hogy na jó, akkor most a három helyen nem indulunk, ha itt megindulsz, de én ettől a részétől én rosszul vagyok a politikának, úgyhogy mi ezt kiadjuk. De nem lenne szükséges mégis valamilyen típusú taktikázásra azért rávenni magatokat, már csak azért is, hogy például, a te polgármesteri ambícióidat meg tudja támogatni érdemben a párt? Figyelj, nyilván, de nyilván. Ennek a taktikázásnak szerintem borzalmas következményei vannak, és legelső sorban az, hogy nem, nem az lesz ott a testületben, vagy nem az lesz a polgármester, aki mondjuk az érdemei szerint erre hivatott, hanem ahogy megegyezett az LMP meg a DK, érted? Tehát a, mi ebben nem, nem, nem tudunk belemenni. De hogyha kivonultok ebből a térből, akkor nem megoldódik ez a helyzet, hanem valószínűleg még jobban elfajulnak ezek a viszonyok. Nem azzal tudnátok érdemben változtatni ezen, hogyha ott lennétek, és saját jelölte részei lennétek ezeknek a tárgyalásoknak. Tehát, hogy politizálnátok, és felvennétek a kesztyűt. Szerintem Szerintem mi azzal nem lennénk előrébb, hogyha, hogyha a pozíciókon alkudoznánk a többi pártal, és erről beszélnénk, hogy éppen hol milyen pozíciót akarnánk megszerezni, meg hogy ki, ki nem ad nekünk, nem tudom, milyen pozíciót. Ez jön ki a, a, ebből a zajból, ami az ellenzék felé felől jön, uh, meg szerintem se értelme, és, és politikailag is szerintem teljesen negatív az egész. De ez nem a hatalomgyakorlásnak az előfeltétele? Tehát, hogy pozíciókat kell szerezni ahhoz, hogy utána döntéseket lehessen hozni, és a döntésekkel be lehessen mutatni a. alternatívákat ahhoz képest, hogy jelenleg van vezetve a kerület? Figyelj, bizonyára van olyan ország, ahol ez működik, én azt gondolom, hogyha ha mondjuk ha az a cél, hogy a kutyapárt legyen a legerősebb ellenzéki párt, akkor a lehető legrosszabb irány az, hogy elkezdünk az ellenzékkel valamiféle összefogással, tárgyalással, nem tudom látjuk, mi történt a pártokkal, látjuk, hogy az a pusztán az, hogy a, a DK-hoz való viszonyát meg kellett határoznia egy csomó pártnak, gyakorlatilag rámentek ezek a szervezetek, és ilyen, ilyen roncsok maradtak belőlük. Kire gondolsz elsősorban? Hát most már lassan mindegyik. Szerintem a Jobbiknak nem tett jót, a Momentum ezen vergődik, és most őszintén tényleg ki az Úristen te érdekel, hogy a Donát Anna mit mond arról, hogy ő mit gondol Gyurcsány Ferencről. Tehát a, a, szavazók én nem gondolnám. Van ennél unalmasabb, tehát van, amikor Török Gábor elmondja, hogy ő mit gondol arról, hogy Donát Anna mit mond a Gyurcsány Ferencről. Tehát ez lehet fokozni, de ez szerintem senkit nem érdekel ebben az országban, és közben meg hát ez a topik. Farkas Csaba, a te tudásod szerint vállalná az előválasztást? Nem beszéltem még vele soha, mert nem, nem is a kerületben lakik, szóval. Én nem, nem, ismerem, nem ismerem őt. Jó, de akkor te meg tudod erősíteni, hogy te nyitott lennél egy előválasztásra? Hát nyilván ennek meg kell a keretei dumálni, a mentén, amit előbb már említettem, de megfelelő keretek mellett igen. Ugyan, ami egy nagyon fontos technikainak tűnő, de valójában milyen tartalmi kérdése minden előválasztásnak, hogy lehet-e online is szavazni, vagy kizárólag csak fizikailag a különböző szavazópontokon. Te milyen előválasztást preferálnál? És berántottál abba a csapdába, hogy a, a, világ legunalmasabb dolgáról, az előválasztáshoz való viszonyomról beszéljek. <kül> uh, persze, persze, hát szerintem lehessen online is, persze. Oké, okay. és akkor a 12. kerületen kívül hol van még olyan városrész, vagy település az országban, ahol fontosnak tartjátok azt, hogy a kutyapárt minél több helyet megfogjon, adott esetben a polgármester adja. Hát ahol mi indulni fogunk, az tizenvalahány valahány budapesti kerület, és szerintem ilyen húsz körüli nagyobb város, tehát ezek vannak. A, a, Nagy Dávid fog még elindulni, ugye polgármester előtt, neki Újpesten, meg a, szerintem a, a Balázs Sándor, Sándor Balázs Ajkán. Uh, ők mind a ketten nagyon sokat már osztak ott az elmúlt években, ők szerintem tök, tök, tök megérdemlik, és hát, ha jól sikerül Van-e olyan jelenleg pozícióban élő ellenzékinek gondolt polgármester, akire ráindulnátok, vagy akit szívesen lecserélnétek, leváltanátok? Hát nyilván van rengeteg, de valószínűleg én nem is ismerem mindet, meg ugye, tehát hogy mondjam, nekem azért, azért nagyon nehéz vélemény mondani egy polgármesterről, mert szerintem azt akkor lehet megtenni, hogyha az ember eltölt heteket azzal, hogy elvégzi azt a munkát, ami alapját meg tudja ítélni. És mivel a legtöbb helyen ezt nem végzi el senki, ezért én nem tudom ezt eldönteni. Tehát, hogyha most én, én egy hónapig nézegetném a őrsi Gergőjék közbeszerzéseit, meg ingatlan eladásait, meg mondjuk a pályázati rendszerüket, akkor abból tudnék valamiféle véleményt mondani, Ugye ez a felszín, ami alapvetően látszik, így a, a Facebookon, mondjuk a szimpatikusabb polgármesterek részéről, ugye nem az a lényeg, hanem hogy hogyan működik az egész szisztem, és az azért, azért, azért nekem nincs akkora tudásom a legtöbb helyen, sőt, szinte sehol, mert ez, ez egy elég komoly munka lenne, hogy valóban eldöntsd ezt a dolgot. Zuglóban mi a helyzet ott? Ugye ti támogattátok az előző országgyűlési képviselő, vagyis tócsaba Csaba ellen induló hatházi Ákost, aki meg is nyerte a körzetet. Jelenleg hatházi Ákos a Momentummal szövetkezve a Momentumos alpolgármestert, vagy ex-alpolgármestert, Rózsa Andrást próbálja majd helyzetbe hozni Horváth Csabával, a jelenlegi polgármesterrel szemben. Támogatnátok-e Rózsa András indulását? Nem gondolom, egy picit egyébként nekem ez azért furcsa, hogy mindemellett, hogy megértem az Ákos ellenérzéseit a Horváth Csabával szemben. Ö, viszont én úgy emlékszem, hogy amikor a, amikor a, a Ákos azt mondta, hogy ő a Tóth ugye nem, 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 tehát hogy probléma van a tócsabával és ne úgy legyen a képviselő, akkor az Ákos úgy fogalmazott, mert ugye nem nagyon voltak konkrét bizonyítékai a Tóth korrupciós ügyekre, ezért ő nagyon óvatosan mindig úgy fogalmazott, hogy úgy látja, hogy tócsaba nem tett meg mindent a zuglói korrupció burjánzása ellen. Ezt a Horváth Csabát mondod, bocs. Nem, Tóth Csabat. Tehát ez még a, ugye az előző, Aha. aki a hadházi ellen indult. Uh, tehát ez volt a kritika. <hül> És ugye most itt van egy alpolgármester, aki négy éve alpolgármester. Én nem hallottam, hogy ő túl sok zuglói korrupciós ügyet feltárt volna. Uh, akkor ő sem biztos, hogy megtett mindent az ottani korrupció ellen. Ugye nem tudom a főpolgármester választáson indultok, vagy kihagyjátok? Hát a főpolgármester választása az a helyzet, hogy a ugye Karácsony Gergőnek is szerintem tök nehéz megítélni a, a tevékenységét, ugye részben azért, mert én nem látom, hogy a, amit a főváros csinál, annak mekkora része a, a Karácsony tehát ami a főpolgármestertől jön, illetve mekkora része ugye, amit a, a közgyűlés és az ottani ellenzéki többség felől jön. Én szerintem minden egyébként oké, okay, tehát az, az tény, hogy lettek olyan szerintem tök szimpatikus dolgok, amiket a főváros csinál, és korábban szóba se jött. Például? Legegyszerűbb dolgok lett egy közösségi költségvetés, nem egy nagy szám, azt hiszem évi egy milliárd forint, de legalább van és tök jó. Nekem, nekem tök szimpatikus, hogy megpróbálják az autókat minél inkább kiszorítani a, a városból bár mondjuk ezt az utóbbit szerintem egy picit gyáván csinálják, mert a, ez amikor lezárjuk pár napra a rakpartot, és akkor lehet 40 fokban az aszfalton sétálni, az is jó, de akkor talán le lehetne az egészet, és mondjuk örökre is be lehetne füvesíteni. Ugyanígy egy sétáló utcát nem mernek csinálni Budapesten gyakorlatilag. Ha belegondoltok, a, Kazinci utca nem sétáló utca este 8 után. Tehát, hogy azért kicsit ezt a, ezt a, nem túl bátorságot látom. Szerintem annyit meg tudunk tenni, és szerintem így is fogunk tenni, hogy nem indítunk úgymond ellene másik főpolgármester jelöltet, de azért azt értse meg mindenki, hogy azért, azért tényleg tök nehéz lenne egy olyan embert támogatni, aki még ha kicsibe is, de azért, azért, azért csinált olyan dolgokat, amik, amik, miatt a Fidesz nagyon erősen szoktuk kritizálni, a fővárosi konzultációt nagyon nehéz megkülönböztetni a nemzeti konzultációtól. Ez a béna mikroadományos ügy szintén nem a legjobban néz ki. Szóval az, hogy most itt direktbe támogatni, az szerintem legalábbis nekem így problémás lenne, de szerintem az bőven tök jó fejesség hogy hogyha nem indítunk ellene senkit. Ugye a Magyar Hangnak adta egy, interjúba, egy interjút, amiben úgy fogalmaz, hogy 30-40 kutyapártos képviselőt szeretné látni 2024-ben. Most is e körüli számot mondtál. Ugye nem világos, hogy itt képviselőjelöltekről, vagy két tényleges képviselőkről beszélsz-e, majd erre is tér ki, de hogy azért ez egy eléggé ambiciózus számnak tűnik ahhoz képest, hogy 2019-ben négy pozíciót nyertetek el, és abból már csak kettővel rendelkeztek, ugye az egyik a tiéd a 12. kerületben, a másik Juhász Veronika elnök helyettesé, aki a második kerületben képviselő, 50%-os lemorzsolódás. Mi a garanciája annak, hogy azok a kutyapártos képviselők, akik jövőre mandátumot kapnak, ki is töltik a mandátumukat, kutyapártos színekben, nem pedig függetlenként, vagy más pártnak a becsatlakozottjaként? Ha. Hát ugye mi elkövettük azt a hibát legutóbb, hogy azt így nem beszéltük meg, meg nem fektettük le, hogy mondjuk a párt mit vár egy képviselőtől, és mikor elégedett vele. Azért szerintem ezt most azért megtesszük. Ugyanígy a, 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 a szükséges tudást se tettük mellé, ezt most megtesszük, tehát szerintem ez a része nagyjából működhet. A 30-40-es szám pedig ugye ezek a listavezetők, akik bekerülhetnek, ami a gyakorlatban igazából 4-5 száz EVK-ban induló jelöltet jelent, ugye akkor tud bekerülni 30-40, tehát nekünk azért ez is egy elég nagy szám. Mit lehet tudni a lemorzsolódottakról? Ugye a 10. kerületben a testvérbe bejutott Pálmai Attila, aki 2020-ban lépett ki a pártból, majd függetlenként jelenleg pedig, ha jól mondom, december óta momentumosként politizál, illetve hát a párt elnök helyetteseként működő Viktor Zsolt volt talán az, aki nagyobb port kavart aki a taggyűlés mondatta le, mint elnökségi tagot, hogy jól mondom, itt aztán tavaly nyáron ki is a pártból, de ő ezt megtámadta a bíróságon, ahol egyesére jutottatok, és jelenleg, ha jól mondom, ő tagja a pártnak, de egyébként nem pártszínekben politizál zuglóban, hanem függetlenként, ahol ráadásul átláthatósági tanácsnoki pozíciót is betölt. Igen, hát hogy lehet erre a legunalmasabb és legérdekteredebb választ adni. Nem értettünk egyet azzal, amit, amit előbb is mondtam neked, tehát hogy, a, hogy mi lenne mondjuk egy kutyapártos önkormányzati képviselő dolga. Erről más gondoltunk, és, és hogy hatházi Ákos szavaival élve szerintem a Zsolt meg mindent a az uglói korrupció felszámolására, mint átláthatósági, biztos legalábbis a hírekből én ilyenről Erről nem olvasottam. Ez volt az alapvető konfliktus mondjuk Viktor Zsolttal, hogy azt éreztétek, hogy az ő korrupció elleni tevékenysége nem kielégítő? Nem, hát figyelj, ott, ott, volt más konfliktus, de szerintem ezek nem olyan dolgok, amik a nyilvánosságra tartoznak, ez így a tagságra tartozik, úgyhogy ezeket én nem mennék bele ilyen részletesebben. Ugye azért van szerintem mégiscsak közel a nyilvánosságnak ehhez, mert hogy mégiscsak az ő támogatásukra kértetek szavazatokat 2019-ben. Szerintem érdemes lenne tudni a választóitoknak, hogy mégis miért nem szolgálják már a kutyapárt ügyét, miért lettek szakadárok ilyen szempontból. Én nem láttam igazából, hogy mi a mi a, mi a, mi, a, hozadéka mondjuk ennek az említett két képviselőnek a munkájának. Tehát, hogy nem feltétlenül írtak meg helyi ügyeket, nem feltétlenül szervezték helyben a kutyapártot. Tehát, amit ugye elvileg kéne csinálni egy képviselőnek, én azt nem láttam a részükről. Azt meg tudod erősíteni, hogy alapvetően anyagi természetű vitáitok voltak, tehát hogy a írek szerint átláthatatlan gazdálkodással minimum nagyvonalú számvitele vádolták meg a pártot. <laughs> Aha, hát a anyagi vitáink velük egyébként nem ezen a fronton voltak jellemzően, hanem azon, hogy hogy nem beszéltük meg előre azt, hogy ki mennyit fog keresni. És amikor ugye önkormányzati képviselők lettünk, ugye azok, akik a pártak is alkalmazottai voltak, akkor hirtelen ebből a kettőből lett egy viszonylag magas fizetés. És akkor nekem az volt a, 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 a parám, hogy ez így szarú néz ki, mert ugye ilyen nagyon sokat keresünk és akkor ezt mi lejjebb vittük, és ugye azt csináltuk, hogy nálunk úgy vannak a fizetések, hogy egy ilyen összfizetés van megszabva azoknál, akik a pártól is, meg a önkormányzattól is kapnak. Tehát én például 428 000 forintot keresek nettó, ennek egy részét a önkormányzattól, egy részét pedig a pártól. És ebben egyébként valóban nem értettünk velük egyet, hogy ezt... Nem tudom, akkor egyébként jó ötletnek tűnt, aztán most, hogy volt az infláció, most már annyira nem jó ötlet, mert, mert nekem is elfogy a hó végére a pénzem. Tehát ők keveselték ezt az összeget, és ők több pénzt szerettek volna kapni. Ők ezt úgy hogy ezeket, ezt a két dolgot, tehát a pártól kapott, és az önkormányzattól azt jobb ilyen függetlenül kezelni. Igen. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy... most ja, a másik, ami nem válaszoltam, hogy beszok az átláthatóság. Nem tudom, bárki, aki elmegy a weboldalunkra, meg tudja nézni, hogy szerintem mi vagyunk az egyetlen párt, aki konkrétan a Tényleg a, a szerződéseit feltölti, a 1 millió vagy 3 millió feletti szerződéseit a weboldalra. Úgyhogy szerintem ennél átláthatóbb nehéz lenne, mint amit megteszünk. Ugye volt az Ásznak is egy hasonló megállapítása veletek szemben, ami nyilván, hogy mondjam, kritikával vizsgálandó, mert ugye az Ászról láttuk már többször is azt, hogy politikailag motiváltak a vizsgálataik. Ugye volt egy 13 milliós bírság, amit össze is dobtak a szimpatizánsaitok. Ott a számvevőszék azt állapította meg, idézem, a párt könyvvezetése, számviteli nyilvántartási rendszere nem felelt meg a jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak a 2020-21. évben. A párt 2020 és 2021. évi pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg, igen. ugyanakkor azóta a párt honlapján eléggé példás sorrendben tüntetitek fel a különböző beszámolókat. Kijelenthető, hogy részben a szakadárokkal való konfliktusból és az ásszal való mérkőzésből okulva is léptetek erre az útra? Hát figyelj, nekünk arra nem volt pénzünk három évvel ezelőtt, hogy felvegyünk nyolc órába egy pénzügyes munkatársat. Hm. Tehát, hogy ezt nekünk önkéntesen valaki csinálta, aki amellett dolgozott, és nyilván ennek voltak, voltak azt a hátrányai. Egyébként amiért a, a, a pénzbírság az említett talán 13 millió körüli összeg, ugye az meg az volt, ami egy ilyen teljesen hülyeség szerintem a magyar pártfinanszírozásban, hogy a, a pártoknak létre kellett hozni, minden pártnak kell csinálni egy pártalapítványt, és a pártalapítvány kapja az állami támogatásnak nagyjából a kettő harmadát. És ugye ez a kettő nyilván gyakorlatilag ugyanaz, tehát ugyanúgy a párt hozza létre a pártalapítványt, és a párt dolgaira költenek, de ezt Magyarországon nem lehet, hanem ezeket valahogy el kell különíteni. És mi ebben követtünk el hibát, hogy a párt által szervezett tábort, bevételét például, a, vagy nem is a bevétel, a költségét azt a pártalapítvány által. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen furcsa szerkezet Magyarországon nem hangzik a legnagyobb visszaélésnek pénzügyi ebben az országban, de hát nyilván ki vagyok én, hogy ezt el tudjam dönteni. Ami a kérdés, politikai értelme szinte igazából mi a feladat egy polgármesternek? Tehát te, amikor azért pályázol, hogy fölállhassa a pástra, és Pokorin elől elhozhass a kerület vezetését, akkor te milyen ajánlatot akarsz megfogalmazni? padokat kell festeni, és a szimbolikus politizálásban kell érdemi eredményeket felmutatni hatalommal szemben, vagy pedig más típusú politikai alternatívát kell mutatni a NER hatalom gyakorlásával szemben? A polgármesternek, tehát ugye ez van egy hivatal, ami ugye alapvetően működik a polgármesternek, az a dolga, hogyha szeretne valamit változtatni, úgy a nagyképben, a, a, a kerületben, akkor ezt meg tudja tenni. A, szerintem, a, ahogy én látom, ami leginkább zavarja a kerületieket, az a, azok, a, azok, az építkezések, azok a lakóparképítések, amik miatt ugye folyamatosan csökken a zöld felület, amiért pont mindenki oda de ez nem is csak kerületi probléma, tehát ugye egész Budapestnek probléma, hogyha a 12. keletben a zöldfelületek csökkennek. Itt sajnos sokszor elmondható, hogy aktívan éppen, hogy segítette az önkormányzat ezeket a építési beruházásokat, ez ellen szerintem nagyon könnyű tenni, mert ha már egész egyszerűen nem segíted úgy, ahogy eddig ezt tette az önkormányzat, mert az is hasznos. Ugyanakkor még a visszafele is lehet kicsit fordulni, ami nem olcsó, tehát ugye, hogyha valami már magán tulajdonban van, és te annak csökkented az értékét, mert azt mondta, hogy nem lehet ide építeni lakófunkciót, hanem csak, nem tudom, erdő lehet rajta, akkor kártalanítani kell. De szerintem például a 12. keretnek lenne erre évi, nem tudom, pár millió forintja, amiből lehetne összerakni valamennyit, és akkor ezeket a területeket úgymond vissza lehetne vásárolni, vagy kártalányitai lehetne. Ez egy nagyon konkrét politikai tétnek tűnik, ami nem kizárólag az ötfelületről szól. Hát ez a, hogy mondjam, ennek része az is, ami, ami szerintem a másik legfontosabb, hogy, hogy a kerület szerintem rengeteg pénzt veszít azon minden évben, hogy a, a közbeszerzéseknél és az ingatlan eladásoknál nincsen valódi verseny, amiben szintén aktívan közreműködik az önkormányzat. Tehát az önkormányzat ír ki meghívásos közbeszerzéseket, miközben lehetnének ezek nyíltak. Az önkormányzat csinálja azt, hogy ezek összetudják tudják azt hozni, nagyon profin egyébként, hogy nagyon olcsón adnak el ingatlanokat, mégis az esetek nagyjából három negyedében egy érvényes ajánlat érkezik. Ennek erre nagyon sok nagyon profi módszer van, amit most itt órákig tudnék Igen. mondani, de ezeket például nagyon könnyen meg lehetne szüntetni, és ebből tök nagy bevétel lenne. Ugyanígy szerintem nálunk például ez is tök nevetséges, hogy a 12. kerület az egy elég gazdag kerület ha valahol, akkor ebben a kérletben szerintem a, 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 szegényeknek, tehát a szegények segítését konkrétan meg tudnák oldani a gazdagok, és egy csomóan szeretnék is, az önkormányzatok ebben tök lehetne szerepe és tök lehetne dolga. Mondok egy példát, Hozzá csomószor jönnek olyan kérések, hogy vaj kell valakinek egy mosógép, vagy egy mikro, vagy egy bármi. Kiposztoljuk a helyi Facebook oldalra, mindig az van, hogy éppen, hogy túl sokat akarnak adni, és meg lehet oldani. Minden ötödik házba, a garázsba áll egy hűtő, ami már örül, ha elviszi valaki. Ebbe például tök közre az önkormányzat, csinálj raktárat, begyűjt minden ilyen cuccokat, eljutatja az embereknek, stb. Ugyanilyen, mit tudom a kulturális rész egyébként, tehát a, most nem is csak az a dolog, hogy mondjuk a, a civil szervezeti pályázatok nálunk ugye nem úgy vannak, hogy valami fajta szakmai zsűri dönt, objektív szempontok alapján, nagyisten Isten elvár cserébe valamit a kerület lakói számára, hanem a politikai emberek ugye azok döntenek javarészt erről nem tudom, lehetne sétáló utcát csinálni a 12-edben, például az, az a fajta kulturális tér, vagy terek, amit a, a, a Suzuki csinált mondjuk Ferencvárosban, ugye a Konnektor nevű hely, ugye ez olyan, mint a Müszi, meg a Tűzraktér volt régen, csak ezek sajnos bezártak, a Dürerkert, Ugye ezek azok a helyek, ahol van egy nagyobb helyiség, és van egy csomó kicsi, amit tök olcsón kivehetnek. Képzőművészek, zenészek, stb. És akkor ott van élet, vagy nem tudom. Tehát ilyesmi nálunk tök nincs, és szerintem tök kéne. A nagyon sok 12. kerületi fiatal azért nem ismeri meg egymást, mert mindenki a 7. kerületbe megy be, mert ott vannak mondjuk ilyen helyek, vagy a 8. Igen. kerületben. kerületbe. szerintem tök érdemes lenne és lenne haszna. Nyilván vannak nálunk is kulturális intézmények, meg galériák, de hát ez a, ez a polgári, polgári vonalon. Azt jól sejtem, hogy a fegyelmezettség az nem feltétlenül egy olyan erény, amit te elvárnál a pártól? Ú, ezt mire érted? Attól függ, hogy mivel kapcsolatban. Ugye ti közhatalmat akartok gyakorolni, akár polgármesterként, akár képviselőként, és egyébként ez már megjelent 2019 után is. Én amennyire követem a kutyapártot, azt látom, hogy a tagság nagyon van viszonyul ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen típusú közhatalomnak a gyakorlása, milyen lemondásokkal, milyen kompromisszumokkal, milyen tűréssel, fegyelmezettséggel jár együtt ha most emelődik a tét, nem merül -e fel az a lehetőség, hogy ez a kutyapártnak azt a laza struktúráját, ami egyben az erényét is adja, és ami szerethetővé, elfogadottá, kívánatosá teszi a választói körében, egész egyszerűen el fogja szükségszerűen veszíteni, mert a gyakorlás az ilyen nem feltétlenül szexi a nap 24 órájában. Hát figyelj, most ahol ez így mondjuk előfordult, hogy mondjuk a, a, a Szuzi alpolgármester lett, lett, a Balanyi Krisztánál, ott én nem látom ezt a, ezt a jelenséget, amit mondtál. Egyébként szerintem a, a, a tagságnak a, a nagy része gyakorlatilag bele se lát abba, hogy a Szúzi ott napi szinten mit csinál és milyen munkát végzett. És igazából túl sok kompromisszumot se kellett szerintem hozni. Véletlenül sem akarom levecsmérelni a munkát, mert szerintem fontos és értékes, amit végez, de nyilvánvalóan nem lakáskiosztásról, nyilvánvalóan nem pénzbeli ellátásokról kellett döntéseket hoznia, már pedig nyilvánvalóan ezek lesznek azok, amelyek nagyon komoly feszültségeket és komoly konfliktusokat eredményezhetnek a lakosság és a párt, a párt és a vezetőség, a vezetőség és a hivatalban lévő politikus között. Hát egyébként képzett, hogy az van, hogy ez valószínűleg még megmaradt az ottani korábbi Fideszes érából, hogy a, a Suzi Szuzi uh, szokott kapni olyan telefonokat Ferencvárosiaktól, hogy, hogy, hogy ők szeretnének lakást, és akkor ők valamit adnának cserébe, mert ez valószínűleg régen így működött. Uh, de jaj, jaj, hát ő nyilván nem ezekről, nem ezekről dönt. De hát szerintem ezeket mindenhol objektíven meg lehet oldani, hogy ezeket mondjuk, mondjuk kikap szociális bérlakást egy kerületben. Hát ez valószínűleg egy értékválasztásnak a kérdése, és kevéssé objektivizálható. Hát figyelj, most ne, t -t, a 12. kérdés megvannak azok a szempontok, hogy mi alapján döntik el, hogy ki kapja. És számodra ez kielégítő, például? Hát figyelj, a, ezek rászorultsági. Tehát ez, ez jövedelem, hány gyereked van, tehát szerintem ez, ezek valid dolgok. Egyébként a, a, a nagyobb baj pont a lakásokkal a 12. kérdésben, hogy rengeteg lakás üresen áll. És ugye mindig azt mondja az önkormányzat, hogy ezek rossz állapotúak, és nincsen pénz felújítani, ezért üresen áll. ami egy, ennél nagyobb hülyeséget nehéz, tehát a, nyilván ki lehetne adni ezeket a lakásokat, akár piaci alapon, és azt mondani, hogy ha felújítod, akkor ennek a költségét ugye majd levonjuk, és két év alatt nem tudom, nem fizetsz a béleti díjat, majd ebből lenne bevétel, amiből többiből akár szociális bérlakást, tehát hogy az, hogy üresen hagyni a lakásokat, a nagyobb hülyeség szerintem nincsen. Tehát akkor azt mondhatod, hogy mondjuk a 12. kerületben te kifejezetten egy lakáspolitikai program elemmel is mágnál neki a választásnak? Szerintem ez olyikus, hogyha vagy egy, ott vagy egy ahol tényleg több száz lakás üresen áll, én jártam ilyen lakásokba, és, és tényleg nem, nem a, nem a világ vége. Rendbe lehet hozni ezeket, és, és persze, tehát ezeket nem tök jól lehetne hasznosítani. Na, így jön be ez a kérdésért, tehát egy lakatási rendeletnek az elfogadása az egy hatalmas politikai munka, a képviselőtestület támogatása szükségeltetik hozzá. Döntéseket kell hozni, hogy például a rászorultság szempontjából miket priorizálsz az eltartandó gyermekek és egyéb háztartásban élőknek a számát, vagy a jövedelmi szintet, vagy bármi más, tehát, hogy uh, itt nagyon nehéz lesz uh, objektív mércékre hivatkozni, itt egész egyszerűen értékalapú döntéseket kell hoznia az adott politikusnak, amivel összhangban kell állni a párt álláspontjának. Egy ilyen típusú komplex egyeztető munkára kész állnak a párt? Hát most itt a, a konkrét példádnál szerintem ez, ez pont olyan, hogy ezt szerintem simán be lehet vonni a képviselőket, hogyha, hogyha van ebben ötletük. De egyébként szerintem minden ilyen dolgot nem úgy kell csinálni, hogy alapvetően politikusokkal megbeszéled. Ö, vagy, vagy, vagy alapból pártáráspontot akarsz kialakítani, hanem vannak, akik értenek -e ez, ezekhez a dolgokhoz, és, és van egy csomó modell, hogy lakásokat hogyan lehet rendbe rakni, és, és akár megfelelően a szociális alapon felhasználni. Magyarországon mindig ez a nehéz, hogy a, beszéltünk oktatásról, egészségügyről, bármiről, hogy igazából már nincs mit kitalálni, mert hogy Nyugat-Európában vannak tök jó működő modellek, tényleg majdnem minden szinten, ezeket igazából át kéne csak venni, csak az lenne a lényeg, ugye, hogy szakmai alapon is. Ugye az önkormányzatnál pont ez a marha nehéz, és ez, amikor először ezt így felfogtam, amúgy nagyon meglepődtem, pedig nincs benne semmi különös, hogy ugye van a hivatal, aki, ami tele van hozzáértő emberekkel, akik a foglalkoznak 5-10 éve, ismerik a jogszabályokat, ismerik a kerületet, ismerik a stb. És oda raktak a tetejére 20 darab politikust, akinek a, a legtöbb témához se kép, se hang, és aztán ezek az emberek döntenek, miközben a hivatal végrehajtja. Értem, ez a demokrácia, így alakult ki, de azért összességében egy, egy röhely, hogy a, a pont a nem hozzáértő része dönt a dolgokról. Tehát például egy ilyennél szerintem ott is a, a, hivatal felől kell elkezdeni kidolgozni, és aztán meggyőzni a, a képviselőket. Egyébként a, a, a Baranyi Krisztánál is szerintem az, ez működik, tehát hogyha olyat talál ki, ami, ami egy értelmes dolog, akkor akár a nyilvánosság erejével, de a esetek többségében át tudta vinni. Kezdek ilyen momentumos kézmozdulatokat. Most megnéztem egy videót. Igen. Ja, szóval szerintem, hogyha a, a pont a nyilvánossággal tudsz élni a, a mentén, hogy ne hozzanak a képviselők fiadöntéseket. Remélem. Ha már a Ferencvárosi a polgármesterként is funkcionáló társadalmatok szóba került, de hogy állsz a szimbolikus politizálás? Ugye pont ott a 9. kerületben volt az elhíresült padgét, illetve volt a BLM szobor is, ami szintén heves indulatokat váltott ki. Ugye ez a szobor ez kifejezetten egy köztéri pályázatra született pályamunka volt, amit súlyosan megrongáltak, aztán különböző szóbeli adókapoknak lett a tárgya. Szóval itt igazából Mit gondolsz erről? Dolga ez egy politikusnak? Te magad egyébként hogyan viszonyulsz ezekhez a gesztusokhoz? Fé Magyarországon ez is szerintem egy ilyen végtelenül szomorú és béna irányba elment dolog. Al alapvetően ugye arról van szó most adott példánál, hogy a kisebbségek melletti, vagy kisebbségek jogai melletti kiállás az szerintem egy ilyen teljesen egyértelműen fontos és tiszteletben tartandó dolog. Csak ugye közben az lett, hogy a, a kormány kitalálta, hogy ő majd, majd, ezzel győzi le úgymond az ellenzéket, hogy bedob ilyen témákat, amire az ellenzéknek mondjuk, hogy a nem váltó óvodások, amire az ellenzéknek úgymond reagálnia kell, és onnantól kezdve az ellenzéknek arról kell beszélnie, ami nem sok embert érdekel, hogy mennyi nem váltó óvodás van egy helyen. Szóval erre azért nagyon nehéz megfelelőre reagálni szerintem, és ezt nyilván direkt használja a kormány, és gyakorlatilag minden jobboldali párt. A, a, a szlovák választáson a a, a, a kampányait nem lehetett megkülönböztetni egyébként szerintem az Orbán Viktorék kampányától. De talán egy kis időt, hogy támogatták valahogy, na, na mindegy. A, a másik kérdés egyébként a konkrét, ugye? Ez meg a, a, a ott annyit csinált, hogy ő kiírt olyan kulturális pályázatokat, mind köztéri szobor vagy műalkotás vonalon, mind plakát, óriás plakát vonalon, ahogy, ahogy ő gondolta, hogy ki kell írni egy pályázatot. Tehát, hogy van egy objektív pontrendszer, akár hogyha olyan szakmai zsűri van, tehát nem a politikusok döntenek. Benne van az a kertészlaci például, úr, aki még a birodalmi lektorátus, tehát korábban csinálta ezt a köztéri, köztéri szoborpályás dolgot. Tehát ez a végsősdbe a szakma, ami ott dönt, és azt azzal meg nem tudsz mit csinálni, hogy ő éppen mit dönt, és ezért is fura, hogy azt mondják, hogy a, a kicsit, amit most félig te is, hogy akkor a, a, a Suzihoz köthető, hogy milyen tartalom jelenik meg ebben a szoborban, vagy plakáton, de hogy nem. Tehát a, egy normális, a működő önkormányzatnál szakmai zsűri dönt ezekről. És hát valóban a, a művészeti szakmai zsűrinek a döntése az az nem feltétlenül olyan, ami a tömeg igényeket kiszolgálja, és nem fog mindenkinek tetszeni. A világos, hát a a... segítsen, meg hogy tehát a Ferencvárosi pad szivárvány színűre festése hogyan vagy miért segítené bármilyen szempontból is a nem heteroszexuális emberek jog egyenlőségét? A padnál ugye az történt, hogy azt, ott az Amnesty kereste meg Ferencvárost azzal, hogy lehetne egy ilyen pad. Igen, az nem a terv, vagy az nem a szoborpályázat, vagy nem a közszínű igen, igen, és akkor ez ugye, volt. itt ugye van egy döntés, hogy most mit csinálsz? Azt mondta az amnésztiának, hogy menjetek a fenébe, vagy azt mondod, hogy oké, okay, legyen egy színes pad Magyarországon. Ö, és akkor ebből lett ez az őrület. Én pont ott voltam még az utolsó este, amikor kinnált a pad, akkor ott volt a, 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 a magyar gárda, ott voltak uh, ilyen uh, valami leszbikus csoportképviselői, akik éppen lefóliázták a padót, ott voltak a rendőrök, és közben még 70 ember. Uh, szerintem ezeknél igazából az hiányzik, hogy a, mert az, hogy ez tematizálva van, az szerintem rendben van, hanem ilyenkor az hiányzik, hogy valahogy mögé tenni pont ezeket, amit mondasz, aminek valami hatása is lehet, és meg akar győzni embereket. És ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz, ez ugye ez, ugye ez, ugye, ez a vita, hogy, a, hogy, a, hogy mondjuk egy Pride az ugye használ, használ le a, 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 melegek ügyének, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül akkor is csinálni kell ezeket, hogyha még, még lehet, hogy több utálkodó ember tud lenni, mert ugye most ezt szeret lát több mint három meleget, és akkor azt már itt felbosszantja. Uh, de ezek marhaságok, tehát valahogy, valahogy oda kéne eljutni, és én ezt nem tudom soha megérteni, hogy a, hogy tud valakit Nógrád megyébe zavarni, hogy valaki Veszprémben mondjuk meleg, vagy néger, vagy mondjuk marihuánát fogyaszt. Uh, tehát itt szerintem a, itt valahogy ezzel lenne dolog, és hogyha ez téma, és értelmesen téma, akkor basszusát csak meg lehet győzni az embereket, hogy hülyeség, amit, amit gondolnak nem akarok hosszan vitatkozni ezen, de azért szerintem van különbség a között, hogy nyilván lehet a Budapest Pride-ot is kritizálni, de az, hogy nem heteroszexuális emberek vállalják a nyilvánosságot, fölvonulnak, demonstrálják azt, hogy egyenrangú polgárodnak tekintik magukat a politikai közösségnek, az egy dolog, és az, hogy egy pad milyen színnel van befestve, én tényleg nem látom, de ezt szeretném megérteni, hogy milyen formában segíti ez bármilyen szempontból is a jogegyenlőségnek az ügyét. Figyelj, hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy kiállás emellett a közösség mellett. A, 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 végeredménye, ami lett ennek az egésznek, azt én nem mondom neked, hogy pozitív. Ö, emiatt szerintem nem lett egy ember se, aki mondjuk, mit tudom én, jobban bírja a melegeket. nem, nem, azt nehéz azt mondani, hogy ennek valahogy jól, jól sült el. Viszont azt se lehet mondani, hogy nem le lefesteni hat különböző színnel egy padot. Tehát ez egy ilyen öröképp tartó harc lesz, úgy tűnik, vagy nem tudom. Részben utaltam már, de muszáj direktben is megkérdeznem, hogy hol állsz te most abban az ellenzéket egyébként láthatóan mégiscsak megmozgató kérdésben, amit Donált Anna tematizált, nevezetesen, hogy a DK-val nem lehetséges a kormányváltás, és az igazságnak kell győzedelmeskednie, teljes morális megújulása van szüksége ah. ahhoz, hogy érdemel föl venni a kesztyűt Orbánékkal szemben. Mit gondolsz erről a vitáról? Hát leginkább a unalom kifejezés, ami nekem erről eszembe jut, hogy tényleg, hogy most a, DK-val éppen mi van, nekem nem szokott eszembe jutni Gyurcsány, Ferenc, sokszor napokig, sőt, talán még hetekig is, én nem foglalkoztam ezzel, ugye, ugye is azt mondja a Donát Anna, hogy hazudik a Gyurcsány Ferenc, vagy, vagy a hazugság kultúráját euh, élik, hát ugye, persze, ez a dolga, hát egy politikus, nem az a lényeg, hogy hazudjon, és akkor hát, ha és akkor megnyeri a választást, de, 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 de komolyabban meg persze, tehát a, a, a dk a léte, az, az, azért a én is egyetértek vele, hogy nem biztos, hogy segíti a, a, a hatalomváltást. A, a másik Most meg... Segíti vagy akadályozza azért Donáton egyértelműben egyértelműen fogadni? Hát szerintem mi ezt viszonylag egyértelműen kifejeztük azzal, hogy milyen távolságot tartottunk mindig ettől a pártól nekünk szerintem egy akciónk nem volt közös soha a DK-val, de nyilván, hogyha mondjuk a Momentum ö, abban akar velünk versenyezni, hogy melyikünk áll távolabb, vagy melyikünk utál jobban a DK-t, miközben ők indultak együtt vele, és ők fognak együtt vele indulni, akkor nyilván ementén hajrá, viszont én azt a részét meg nem látom egyébként azért a legszerencsésebbnek, hogy a engem tök zavart mindig a politikában, hogy a, pártok abból akarnak népszerűséget szerezni, hogy valami másik pártal szemben határozzák meg magukat. Sőt, hát a kormányunk ugye nem is csak pártokkal, hanem a különféle társadalmi csoportokkal, vagy a IMF-vel, vagy a bankokkal, meg a mindenkivel. ez szerintem tök béna, hogy egy ilyen utálkozásra épülő politika. Most ez is, hogy azért szavaz rám, mert én nem szeretem a DK-t, ez azért nekem egy kicsit ilyen fáradt. Mind a mellett, hogy Vigyétek el, nekem se különösebben szimpatikus ez a csoport. De akkor, amikor Donátanna a tengelyt a DK-val, az nem egy olyan kiállás, ami adott esetben vitát gerjeszt a tagságán belül, hogy lehet, hogy erre rá kellene esetleg erősíteni, lehet, hogy ebben kellene szövetkezni Donátannáikkal. Tehát, hogyha érdekel a kutyapártnak, hogy a DK visszaszorul népszerűségben, ez nem egy olyan helyzet, amiben politizálnatok kellene és szövetkezni a momentummal? én nem azért csináltam pártot, hogy, hogy elmondjuk folyamatosan különféle szervezetekről vagy, vagy emberekről, hogy bajunk van velük. Szerintem mi ezt viszonylag egyértelműen kifejezzük azzal, hogy amit csináltunk eddig, meg fogjuk. Ö, nem, 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 generált egyébként a, a, kérdésedre a válaszként, nem, nem generált vitákat a párton belül, hogy mi erre reagáljunk. szerintem eszünkbe se jutott erre, erre reagálni. Ungár Péter mózásként hivatkozott Gyurcsány Ferencre, a te képzeletedben melyik bibliai alak sejlik fel, hogyha Gyurcsány Ferencre gondolsz? Elképzelem, hogy Török Gábor, hogy arról beszél, hogy Ungár Péter Gyurcsány Ferencre hogyan hivatkozik. Uh, bibliai alakot mondjak a, a Gyurcsány Ferencre? Hát, hogyha az ellenzéki pártokhoz való viszonyát nézzük, akkor kicsit ez a hal, nem az a, ami a Jónást benyelte. De mondjuk a Jónás legalább kijutott belőle, úgyhogy akkor legalább lehet pozitív a vége az egésznek. Míg a 22-es választásokra egy pillanatra visszakanyarodva, hogyan értétek meg azt, hogy a fiatal felnőtt youtuber széna sokkal inkább tudott lenni Márkizai Péterrel, mint a kutyapárttal, miközben azt gondolná az ember, hogy természetesebb szövetségesei lehetnétek ennek a szintérnek. Egyetlen, hogy értékelitek, jut -e elég média figyelem a kutyapártra, milyen most a viszonyotok a nem formális sajtótermékekkel? Mm. Figyelj, ez szerintem akkor természetes volt, hát, mindenki várta a, a csodatevő embert, aki aki, 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 még nem pártozta össze magát, és majd valami tök jót csinál, és amíg, ö, amíg nem ismertük meg ugye már Péter gondolatait, addig ö, egy nagyon szimpatikus ö, ember volt, tehát ez szerintem ott egy teljesen logikus dolog volt, és valóban egy csomó kutyapárt szavazó, akkor hirtelen az MZP, nem tudom, tüntetése kezdett el mászkálni, aztán mostanra persze úgy visszajöttek hozzánk, de szerintem az egy normális dolog volt, a sajtónál ö, egyébként, ezt én nem is teljesen értem, bár valamilyen szinten értem, de hogy azért az tényleg jellemző viszonylag sok ö, kormánytól független sajtótermékre, hogy amikor mi valami értelmesebb dolgot csinálunk, akkor azt nem feltétlenül írják meg, ö, hanem a, a, a vicc rovatba bekerülünk, hogyha valami vicceset csinálunk, illetve hogyha jön a rendőr, az szokott még lenni mindig nagyon a sajtóba, de azért azt szerintem tényleg nagyon vicces, hogy, a, hogy mondjuk az, az, hogy egy párt a kampánypénzéből mondjuk több mint 200 millió forintot elkölt pályázati úton és odadja értelmes dolgokra, ez a független sajtó nagy részében nem számított hírnek. Hm. Ennek nem tudom mi az oka, nyilván jobb lenne, ha így lenne, de az meg a másik, hogyha mi most itt vagyunk, nem tudom, 5 és 9 között szoktak minket mérni mostanában, abból a szempontból meg ez így oké, okay, tehát ha most minket a sajtó meg így nagyon tolna, akkor lehet, hogy most 20%-on lennénk, amivel meg nem biztos, hogy tudnánk mit kezdeni, úgyhogy ebből a szempontból nem maragszok, Akkor nagyon, én akkor vagyok kicsit ilyen szomorú, amikor csinálunk valamit, látom, hogy rengeteg kutyapártos rengeteg munkát tett bele, és tényleg, tényleg semmifajta semmi fajta sajtója nincsen, és nem, nem, nem ér, el, nem, ér el, emiatt sokkal kevesebb embert ér el. De szerintem ezt mi megszoktuk, mert azért ez mindig így volt. Volt olyan ügy az elmúlt 13 évből, amelyben a kormányal értettél egyet? Uh, uh, hát biztos, hogy volt, most ez milyen, hát elég sok döntés meg törvényt hoznak évente. Nincs egy olyan, ami szívkedvenced lenne? Hmm. Nem tudok én neked ilyet mondani, de gondolkodom, és akkor legközelebbre mondok. Ugye van ez az identitásválságotok, legalábbis a külső nyilvánosság sokszor értékel identitásválságnak, hogy most akkor titeket komolyan kell venni, viccvártnak kell venni, stb. Ez nyilván egy örök dilemma lesz addig, amíg a kutyapárt kutyapárt. Ami engem alapvetően érdekel, így a beszélgetés zárásához közeledve, hogy működik-e még a humor humorérzéket? Tehát 13 év vagyunk a ner nyilván ti sem feltétlenül vagytok ennek a különösebben kedvezményezettjei. Egyáltalán nem tudom, hogy fölmertődik-e benned az, hogy viccel, lehet-e még a nerrel? bármilyen szempontból is mit kezdeni. Tehát amikor mondjuk elbocsájtott pedagógusokat látunk, amikor kilakoltatásokat látunk, akkor kizsákmányolt vendégmunkásokat, közmunkásokat látunk, elképesztő gazdasági recesszió van, tehát olyan típusú megélhetési válság is része lesz a hétköznapoknak, amelyre már nagyon nehéz igazából a humor eszközeivel bármit is reagálni. Szóval, hogy akkor tényleg felvetődik az a kérdés, legalábbis bennem, hogy a te megítélésed szerint viccesel még a Na, az elére válaszolva, próbáltunk, tehát mi is, mi is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a, a, azok a passzivisták, akik sokat segítenek pont erről, hogy inkább a vicces, vagy inkább a komolynak mondható irány felé menjen a párt, és akkor hát nem volt semmi értelme, mert 50 körül azt mondta, hogy a vicces, 50 meg, hogy a komoly, úgyhogy ebből ez így nem derült ki. Egyébként szerintem tök elféle egymás mellett mind a kettő, tehát ebben, ebben nincs gond. Hát figyelj, amiket felsoroltál, ez meg nyilván tök vegyes, tehát az tök egyértelmű, hogy vannak dolgok, amikkel az ember nem fog viccelni. Most ami Gázában vagy Ukrajnában történik, érted, azzal nem fogsz viccelni, és azzal se, hogy a, kirúgják a tanárokat. De ettől függetlenül van még egy csomó terepe ennek emellett. Inkább az a nehéz, hogy ugye sokszor már annyira abszurd maga, amit a, a, a csinálnak, hogy hát nehéz, nehéz ezen túlmutatni. De ugye mindenkinek, aki nem érdekelt az Orbáni hatalom gyakorlásban, annak egy nagyon fontos kérdése az, hogy hogyan tudja igazából élhetővé tenni maga számára a hétköznapokat. Tehát például nem tudom, hogy téged a politikai kiégés bármilyen szempontból érinte, hogyan küzdesz ezzel ellen egyáltalán közösségileg, például hogyan dolgozzátok ezt föl? Én el vagyok szerintem ebből a szempontból, viszont, viszont amit említettél, hogy hogy, hogy, hogy mondtad, hogy élhetővé tenni a hétköznapokat, ez meg szerintem pont, ez egy nagyon fontos dolog, tehát a, hogyha most az van, hogy benne élünk ebbe a borzalmas rendszerbe, és ki tudja, meddig fog benne élni, abból szerintem nem az következik, hogy mi ne csináljunk olyan dolgokat, amiktől jobb lesz itt bármi, hanem attól... Éppen ellenkezőleg abban pont az következik, hogy legalább tegyük meg azt, amit, amit a hétköznapokban tudunk csinálni, amitől ez egy picit, picit talán mégis szerethetőbb, meg jobb ország lesz, attól függetlenül, hogy milyen szörnyetek nőtt a tetejére. Szerinted a ti szavazóitok a kormányváltás eszközét látják bennetek, vagy inkább a rendszerrel való együttélés egy értelmes módját, amiben mégiscsak lehet valamit kezdeni azokkal az évekkel, amiket itt kell eltölteni a kormány Viktor uralkodása alatt, Ö, és közben nem állhatjuk magunkat azzal, hogy ezzel bármilyen formában is hozzájárulnánk orbán leváltásához. Szerintem a másodikkal lehet eljutni az elsőhöz, és én ezt látom igazából azoknál is, akik jönnek hozzánk passzivistának, hogy hogy ez volt az ajánlat az ellenzék részére, hogy majd kormány váltunk, ez ugye nem sikerült, és akkor meg azt mondják, hogy oké, okay, ez most így nem megy, akkor kezdjük el, hogy csináljunk valamit, abból lehet helyben közösségeket építeni, abból, lehet, abból, tud valami kinőni, ami eljut majd a második, vagy az első, tehát a másikhoz, hogy, hogy akkor abból majd valamikor lehet kormányváltás, és azt meg szerintem tényleg értse meg mindenki, hogy mi akkor tudunk minél nagyobbak lenni, és akkor tudunk majd egyszer valaha ehhez hozzájárulni, ha mi ezt a többiektől külön csináljuk, és ennek nagyon-nagyon sok oka van. És szerintem a növekvő népszerűségetek annak köszönhető, hogy az ellenzéki pártok mindegyike a ti választóitok körében leszerepelt, tehát nem tudták valóra váltani a kormányváltást, ezért csalódtak. Vagy B, tényleg annak a belátása, hogy ez a rendszer berendezkedett, leváltani demokratikus úton nem lehetséges, de ennek érve nem akarunk lemondani arról a lehetőségről, hogy legalább közösségben jól érezzük magunkat. Figyelj, szerintem mind a kettő benne van, és. Melyik az erősebb szerinted? Hát. Uh... Én ezt onnan fognám meg, hogy az a fajta Nyugat-Európában teljesen normális és természetes és hagyományos politizálás, ami, ami, amikor egy ellenzéki be, ellenzékben levő erő ugye, azt csinálja, hogy elmondja, hogy ő mit csinálna, ha kormányon lenne. Ö, és ez tök oké, okay, ez, a, ez a politika. Ö, Magyarországon azt mindenki látja, hogy ez abszolút nem működik, és szerintem azért nem működik, mert hogyha az emberek azt látják, hogy van neked egy százalék esélyed arra, hogy meg tud ezt csinálni, akkor érdekli őket, hogy mit mondasz. Most nem ez van az emberekben, szerintem az van benne, hogy úgyse fogják tudni megcsinálni, és ilyentől kezdve nem érdekli. És ennek lett az a vége, hogy, a, hogy annál kevésbé fontos dolog, mint hogy egy ellenzéki képviselő a Magyarország gyűlésben mit mond sajnos nincsen, ami nem egy jó dolog, egy nagyon szomorú dolog, de most ez van. És ezért kell szerintem egyéb utakat keresni, és nem ezt a sajtótájékoztató és mi csinálnánk vonalat, mert ez sajnos, illetve részben hál' Istennek senkit nem érdekel. És nem tartasz attól, hogy van egy rendszerkonformizáló attitűdötök, akár óhatatlanul is, amivel valójában hozzájárultak ahhoz, hogy az Orbáni hatalomgyakorlásban nem érdekeltek, hozzászokjanak ahhoz, hogy ezzel a maximum ambíció a rendszerrel szemben? nem gondolom, hogy attól, mert valaki mondjuk részt vesz városfelújító akciókban, attól ő, ő jobban megbocsátja mondjuk a, nem tudom, a a kormánynak. Szerintem ez a kettő nem nincs ilyen, ilyen fajta összefüggésben. Alapvetően azért annyit sajnos nem tudunk mi változtatni az országon, hogy, hogy, az ellenpontozza azért azt, amennyi kárt a kormány okoz. De egy politikai kártak nem az lenne pont a ambíciója, hogy idővel eléri azt az országos hatást is, hogy például ezeket a tendenciákat képes legyen kimozdítani, megváltoztatni? Hát de, csak hát ez, ez, ez sok idő. Mennyi És idő? szerintem nagyon sokan azt rontották el, hogy nem vártak, hanem azonnal akarták az egészet. Tehát nem tették bele azt a munkát, úgymond, hogy kiépüljön a szervezet, hogy apránként helyben létrejöjjenek, hogy elérjenek az emberekhez hanem akkor most, ugye mind, minden választás mindig a, mindig a, legfontosabb, és mindig az utolsó esély, és akkor most majd ugye valami lesz, de, de nem ez van, mert mindig lesz majd egy következő, szóval szerintem ezt, ezt ezen a módon lehet csinálni, és aztán végül eljuthat az bárhova, persze. Záró kérdés. Még idén várhatjuk-e az LP képviselők népsorának a megjelenését, vagy ezzel meg kell várnunk 2024 elejét? Abszolút ezzel készülünk karácsonyi ajándéknak az ország számára. Tehát a fa alá ezt mindenképp jól lehet majd megjelenni. A kis Jézuska majd hozzá, igen. Kovács Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, szépen. és mindezt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az interjú Kovács Gergelyel. Ha esetleg menet közben csatlakoztál be az adásba, akkor nyugodtan teker vissza és nézd meg az egész beszélgetést, mert szerintem érdemes. Szeretném elmondani itt is, hogy elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Ha még nem hallottál róla, akkor a leírásban találsz egy linket, azon keresztül elvezetünk ennek az alaoldalára, ahol föl tudsz iratkozni, ha szeretnéd, hogy minden péntek reggel egy aktuális témában egy hírlevéllel, egy videóval és egy podcasttal segítsük az általános tájékozódásod. Egyébként meg iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, lájkoljatok, hogy pörgessétek ezzel is az algoritmust a mi érdekünkben, és ha megtetitek akkor szálljatok be a finanszírozásunkba. A lehez szükséges linket is megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.